Innovatív beruházás, étrend és táplálékkiegészítő gyártó üzem kezdte meg működését Nagykállóban. Gondos óra program. Az eszközzel azonnal segítséget tudnak kérni az idősek, ha baj éri őket. Fiatalodott a járműpark. 5 új nagy befogadó képességű autóbusz járja szerdától a megye útjait. Az a legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a szomszédországban zajló háborúból, mondta Máté Szalkán Kövér László. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket. Az országgyűlés elnöke szerint így lehet biztosítani a magyar emberek és a háború elől menekülők biztonságát, mint mondta, hatalmas az összefogás, és minden segítség jól jön a háború elől menekülőknek. A legegyszerűbb persze az, hogyha van valakinek erre a célra állózható kis pénze, akkor talán az a legegyszerűbb, mert könnyebb ott helyben megvásárolni, vagy a határhoz közelebb megvásárolni azokat az eszközöket, cikkeket, amelyeket aztán egyébként adományként akár a határ túloldalára, akár a határ innes oldalára rászorultaknak tudunk adni, de bárkinek bármilyen van, az adja, és úgy látom messziről, Budapestről, úgy látom a híreken keresztül, hogy nagyon jól szervezettem megy a adományok szétosztása. Sok szereplő van, hál' Istennek, nem csak sok magánember, hanem sok karitatív szervezet is beszállt ebbe az akcióba. A kormány is megtette azt, amit ehhez hozzá tudott tenni, és ami szükséges. És úgy látom, hogy a kívülálló nemzetközi közvélemény is kezdi mérlegelni, elismerni azt, hogy ez ebben a szorult helyzetben, amiben a háború határos országok vannak, ebben a helyzetben ezek az országok, ezeknek az országoknak a kormányai, illetve társadalmai, így benne Magyarország, a magyar emberek is helyt állnak. Novák Katalin Magyarország új köztársasági elnöke. Az országgyűlés ma döntött Áder János utódjáról, és Novák Katalin 137 szavazattal megnyerte az államfő választást, így májustól ő lesz az országköztársasági elnöke. Ellenfelére Róna Péterre 51-en adták le voksukat. Novák Katalin mandátuma 5 évre szól, és egyszer választható újra. Étrend és táplálékkiegészítő gyártó üzem kezdte meg működését Nagykállóban. A komplexumban a település közelében megtermelt almából és megyből állítják elő a különböző hatóanyagokat. Nagy István agrárminiszter az átadó ünnepségen arról beszélt, a nagykállóihoz hasonló innovatív beruházások nagyban hozzájárulnak a vidék és a gyümölcs ágazat fejlődéséhez. Három funkciót is ellát ez a gyártó üzem a nagykállói ipari parkban. A megyhez és almához kapcsolódó kutató és fejlesztő munka, a feldolgozás, valamint az értékesítés első fázisa is ebben az épületben zajlik. A hétfőn átadott üzemben a helyben megtermelt megyből és almából étrend és táplálékkiegészítőket készítenek és dobnak piacra. 30-35 embert foglalkoztat a jövőben itt az üzemet működtető vállalkozás. Itt igazából már nem az élelmiszerek feldolgozott, élelmiszerből ugye kinyert anyagoknak a maga az étrend kiegészítő formába történő kiszerelése, akár kapszulába, tablettába, bármilyen formába fog történni. Maga az élelmiszer üzemnek a megvalósítás, úgy gondoljuk, hogy a következő ciklusban, amikor az egyik fő prioritása a magyar tulajdonú élelmiszeripari felgő lesznek, akkor fog megvalósulni, és alapvetően ugye két alap gyümölcsre, az almára és a megyre. Az elmúlt években több ipari fejlesztés is megkezdődött Nagykállóban. A város polgármestere abban bízik, ez folytatódni fog, és egyre inkább benépesül az autópálya szomszédságában lévő ipari park. Talán már ugye látszik is, az idefelé vezető úton már kerítést építenek, van több olyan projekt, ami igazából a kivitelezés már elindul, engedélyezések folyamatban vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy megtanított minket ez a járványhelyzet, hogy muszáj a saját lábunkon megerősödnünk. Simon Miklós országgyűlési képviselő beszédében azt hangsúlyozta, a térségben 2010 óta több mint 9000 új munkahely jött létre, ebben pedig nagy szerepe van az ipari és mezőgazdasági beruházásoknak is. Ezek a kezdeményezések is ebbe a munkahelyteremtő sorba illeszkednek, hiszen lehet, hogy itt 6-7 ember dolgozik, de rengeteg
gazdának, nagyon sok gazdának a produktumát dolgozzák fel, és ilyen formán ezek a cégek igenis véleményem szerint a térség úttörői olyan tekintetben, hogy új technológiával, új kezdeményezéssel új kitörési pontokat jelentenek. Történelmi lehetőség előtt áll a mezőgazdaság. Az ágazat fejlesztéseire ugyanis a következő években több mint 4200 milliárd forint jut. Erről már Nagy István agrárminiszter beszélt. A tárca vezető hangsúlyozta, a helyi gazdaságok támogatása és a nagykállóihoz hasonló innovatív beruházások nyújtanak biztos jövőképet a szektor dolgozói számára. Mi az, ami itt tartja az embereket? A minél nagyobb hozzáadott érték. Hiszen valljuk be, ebben az üzemben is dolgoznak új és új emberek, akik egyébként mezőgazdasági alaptevékenységet pedig nem végeztek volna. Tehát kötjük őket is a földhöz. Kötjük őket is az almáskerthez képletesen. Mert munkát találnak, megélhetést találnak, és akkor maradnak Nagykállóban. És nem ez a cél. A vidéki megtartó erő növelése, a helyi gazdaság növelése. Mert ha van jövő, van biztos munkahely, akkor van családalapítás. Ha van családalapítás, van gyermek. És akkor jön sorba az összes intézmény, bölcsődétől óvodán át, iskolán át, letelepedésig, lakásvásárlásig, és aztán új családalapításához. Az élelmiszer és táplálék kiegészítő üzem 437 millió forintból épült fel, a termeléshez szükséges eszközök beszerzésével azonban a beruházás összértéke az 1 milliárd forintot is megközelíti. Nyírteleken indította el a Gondos Sóra programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár személyesen adott át egy ilyen eszközt az egyik helyi idős lakosnak. A Gondos Óra abban nyújt segítséget az otthon élő 65 éven felülieknek, hogy bármilyen probléma esetén segítséget tudnak kérni egy diszpécser szolgálaton keresztül. Felkerült a Gondos Óra a Nyírteleken élő Mokánszki Béláné karjára. Akár életmentő is lehet számára a készülék, ha ugyanis otthon bármilyen egészségügyi problémája van vagy baleset éri, a rajta lévő gomb megnyomásával azonnal segítséget tud kérni. A hívás egy éjjel-nappal működő diszpécser szolgálatot kapcsol, amely azonnal küldi a megfelelő szakembergárdát. Ha mellesünk, vagy ha betörnek hozzánk, vagy a betegség, ha férjemnek is, akkor csak ezt a gombot kell megnyomnom, és akkor jön a segítség nálunk. És akkor már nem kell meg a gyerekekhez mennem, vagy a szomszédba, hanem csak itt van, rajtam lesz, hogyha nem rajtam, akkor vagy a férjemnek, és akkor már jön a segítség. A Gondos Óra programot az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából fejlesztették ki. Minden 65 éven felüli jogosult az eszközre egy gyors online regisztráció után. Fülöp Attila a szociális ügyekért felelős államtitkár kifejtette, a hosszú távú cél az, hogy minden otthon élő idős biztonságban legyen. Az idős honfitársaink alapvetően saját lakásukban, saját otthonukban szeretnék az idős éveket eltölteni, és ehhez olyan segítséget keresnek, amely az otthoni biztonság érzetét adja meg. A Gondos Óra az eszközön és a mögötte lévő mindig elérhető diszpécser szolgálaton keresztül ezt a biztonság érzetet adja, hogy akkor is, ha valaki egyedül él, egyedül van az otthonában, nem kell, hogy egyedül maradjon a problémáival, hanem van, aki elérhető, és a segítség megoldásán fog fáradozni. Nyírteleken és a környező bokortanyákon összesen 700 idős ember él. Szekeres József polgármester is abban bízik, hogy a településen is minél többen igénybe veszik a szolgáltatást. Ahogy láttuk, ez az okos óra, ez mindig ott van, ahol az ember, tehát tulajdonképpen felcsatolható a kezére. Nekünk a szociális ellátórendszerben van egy ilyen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, de az ugye a házakhoz van bekötve, és az 45 darab volt. Ez pedig majd a 65 év fölöttieknek mindenkinek biztonságot és biztonságérzetet fog adni a továbbiakban.
Én azért örülök annak, hogy itt vagyunk, régről ismerjük egymást a szülővárosomba, hogy az országba elsőként áthathatjuk ezt a gondosórát. Binai Győző országgyűlési képviselő arra világított rá, hogy idősödő társadalomban élünk, a nyugdíjasoknak pedig minden lehetséges segítséget meg kell adni biztonságukért és kényelmükért. Én nagyon örülök ennek a programnak, mert ez azt is jelenti, hogy nagyon sok olyan 65 év feletti kaphatja meg ezt a gondosórát, aki családban, szerettei körében, gyerekei körében, férjével vagy feleségével otthonában akarja eltölteni nyugdíjas éveit. A projekt mérföldkőnek számít a digitális idősgondozásban, amelyet a kormány az Európai Helyreállítási Program részeként saját költségvetési forrásból indított el. 5 új nagy befogadó képességű autóbusz járja szerdától a megye útjait. A Volvo 8900-as járművek a Volánbusz jármű fiatalitási programjának keretében érkeztek Nyíregyházára. Az utasok biztonságát fedélzeti kamerarendszer, kényelmüket pedig USB töltőpontok is szolgálják. A Volánbusz jármű fiatalitási programja 2018-ban kezdődött el Nyíregyházán is. Akkor 41 új CNG és 6 elektromos buszt vett birtokba a város. Ezeknek a károsanyag kibocsátása 25 mázsával volt kevesebb, mint a korábbi hagyományos járműveké. Itt az utas elégedettség is nőtt, de a környezeti terhelés is csökkent. Egyébként a Volánbusszal kiváló a kapcsolatunk, nagyon sok olyan közös projektünk valósult már meg, különösen az elmúlt évek járvánnyal terhelt időszakában, akár a szolgáltatás színvonalának az emelését, akár a menetrendek észszerűsítését, rugalmas változását jelent, és még ennél is nagyobb projektekről tárgyalunk. Egy vadonatúj autóbusz gördült be a nyíregyházi állomásra, rajta a felirat, megérkeztünk. A Volvo 8900-as jármű 95 férőhelyes és alacsony belépésű, akadálymentes kialakítású. Ráadásul környezetkímélő is. Ezek a korszerű új járművek már olyan környezetkímélő motorral és üzemeltetéssel működnek, amely minden hatályos Európai Uniós követelménynek megfelelnek, amelyek mára már elengedhetetlen, hogy mindannyiunk jövője múlik azon, hogy fokozatosan átálljunk olyan technikákra, amelyel fenntarthatóak és hosszú távon kímélik a környezetünket, városunkat és így az egész nemzetet. Ezek nem csupán uniós elvárások, de joggal a jövő generációjának is jogos elvárásai velünk szemben. Mindemellett a 21. századi követelményeknek is maximálisan megfelel, vagyis légkondicionált és rendelkezik utastájékoztató rendszerrel. Az utasok biztonságát fedélzeti kamerarendszer, kényelmüket pedig USB töltőpontok is szolgálják. Ezek fontos elemei annak, hogy minél többen térjenek át az egyéniről a közösségi közlekedésre. Először is akkor is, hogyha van járműpark, fiatal járműpark, kényelmes járműpark, környezetkímélő járműpark, és gyorsan és biztonságosan tudnak közlekedni, tudják az emberek elérni a céljukat, akár munkahelyre mennek, akár iskolába mennek, vagy akár egyéb helyekre mennek. Na most ez a járműpark bővítés azt jelenti, hogy a Volánbusz parkja is fiatalodik, mindenképpen fiatalodik. A megyében, hogyha jól láttam, 77 ilyen új busz volt, ezzel az 5 busszal kiegészülve, és hogyha fiatalodik a járműpark, hogyha Nyíregyházának van, már pedig van egy olyan közlekedési infrastruktúrája, amely elbírja ezt a közösségi közlekedést. Ha egyeztetünk a MÁV-val menetrendet és együttműködést, akkor véleményem szerint az emberek megfontolják azt, hogy váltsanak közösségi közlekedésre. Ezt pedig nem csak a nyíregyháziak tudják majd megtenni. Évek óta komoly kihasználtsággal működnek a távolsági buszok, így a forgalomba állított járművek is ezt a flottát erősítik. A Nyíregyháza Nyírtelek Görögszállás, a Nyíregyháza Nyírlugos, a Nyíregyháza Újfehértó Érpatak és a Mátészalka Hodász, Mátészalka Vállai viszonylaton szolgáló új buszok évente több, mint 2,6 millió utas számára biztosítanak komfortosabb közlekedést. 2018-hoz képest 2022-re 10 millió literrel kevesebb üzemanyag felhasználásunk van, és a Volánbusz ZRT flottájának
a széndioxid kibocsátása 10%-kal csökkent, 30 ezer tonna széndioxiddal kevesebbet bocsátunk ki az új megújított autóbuszflottánkkal, ami 15 ezer jármű éves széndioxid kibocsátásának felel meg. Az országos járműpark átlag életkora jelenleg 12 év, de a cél, hogy ez a szám 2023-ra lecsökkenjen 8-ra. A társaság ezért még idén 1000 új jármű beszerzését tervezi, amelyekből várhatóan Nyíregyházára is érkezik néhány. Sőt, a zöld busz program keretében elektromos autóbuszokra is pályáznak majd. A politikai közbeszéd megtisztítását tűzte ki célként Nagy László, aki függetlenként méretteti meg magát az április 3-ai országgyűlési választásokon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes számú választókörzetének jelöltje szerint ez az alapja a Nyíregyháza fejlődésének is. Nagy László a megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, az utóbbi években olyan ellentétek alakultak ki a pártok között, amelyek gátolták a hatékony munkát. Én azt gondolom, hogy ennek egyetlen útja az, hogy valaki függetlenként próbál ebben a politikai közérben megjelenni, hiszen a politikai pártok azok determinálják azt, hogy egy-egy képviselő milyen módon és milyen esélyekkel tud a másikkal szóba állni. Én ezen próbálok változtatni, és azt gondolom, hogy ez a helyes irány most. Elkészült a Magyar Zsidó Örökség útja Kelet-Magyarországon című zarándokút új nyírtassi zarándok központja. A mintegy 285 millió forintos beruházásból rituális fürdőt, imatermet, kóserkonyhát és étkezőt, valamint egy korszerű kiállítás technikai eszközökkel felszerelt múzeumot is kialakítottak az egykori tassi főrabbi sírja mellett. Minden zsidónak életében legalább egyszer fel kell keresnie ősei sírját, így a vidéki, elsősorban régi kereskedelmi útvonalak mellett fekvő mező és kisvárosok is komoly forgalomra tesznek szert, amelyhez hozzájárul a zsidóvallási emlékhelyek felújítása. Fogalmazott ünnepi beszédében Latorcai Csaba, közigazgatási államtitkár a nyírtasi zsidó zarándokház átadásán. Az elmúlt években számos magyarországi zsinagóga, 18 budapesti és 20 vidéki, valamint országszerte 38 temető felújítása történt meg, és a tervek szerint ez a jövőben is folytatódik. Örömömre szolgál, hogy a mai napon közösen ünnepelhetünk zsidó testvéreinkkel abban a faluban, amelynek gazdag zsidó történelme van. Két híres rabbi is lakott itt. Nyírtass hitközségét, amely a 19. század elején jött létre, valaha két zsidó család alapította. Az 1868-ban ortodox irányzat mellett állást foglaló helyi zsidóság a zsinagóga mellett olyan további intézményeket is fenntartott, mint a rabbinátus, a hevrakadissa, héder és az ismert jesiva. Majd 1900-ban felépült az izraelita elemi iskola. Amint egy 285 millió forintos beruházás során a háború előtti zsidó közösség hagyományainak felélesztése érdekében a zarándok központban rituális fürdőt, imatermet, kóserkonyhát és étkezőt, valamint egy korszerű kiállítás technikai eszközökkel felszerelt múzeumot is kialakítottak. Nyírtass nagyon fontos számunkra a tassi házidóknak, mivel Kanadában található Kiriász Tass, ahonnan itt eltemetett csodarabi leszármazottja él, és létrehozott egy magyar származású zsidó falut, Montrealtól 45 mérföldre, és több mint 3000 család, akik rendszeresen visszalátogatnak nyírtasra, innen származnak, és a csodarabbi is itt van eltemetve. Jenei Erzsébet polgármester elmondta, a nyírtasi idősebb generáció tagjai még emlékeznek a korábban ott élő zsidók nevére és foglalkozására. Az eseményen jelen volt Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója is, aki egyebek mellett a vallási turizmus jelentőségét hangsúlyozta. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége magáévá tette a projekt céljait, és egy olyan településeken átívelő turisztikai attrakciót valósított meg, amely biztosítja továbbra is
a zsidó kulturális és történelmi örökség fenntartását itt Nyírtason, a tradíciók bemutatását a múzeumba és zarándokút létrehozását, vallásgyakorlás elősegítését. Az 1,4 milliárd forint értékű Magyar Zsidó Örökség útja Kelet-Magyarországon című projekt célja egy olyan településeken átívelő komplex turisztikai termék létrehozása, amely biztosítja a magyar zsidó kulturális és történelmi örökség fenntartását és annak bemutatását. A Zarándok útvonal helyszínei Miskolc, Sátoraljaújhely, Nagykálló, Makó, valamint Nyírtas. A sikeres fedettpályás bajnoki szereplés hatására nőhet az atlétikát választó fiatalok száma Nyíregyházán, legalábbis ebben bízik Vas László szakágvezető, aki szerint az új létesítménynek és a csarnokban átélt élményeknek köszönhetően bővül majd az utánpótlás bázis. A sportág történetében először rendeztek vidéken fedettpályás bajnokságot, a sorban 48. OB-nak a Nyíregyházi Atlétikai Centrum adott otthon. Sokan voltak kíváncsiak arra, hogyan néz ki az új létesítmény, és arra is, hogyan szerepelnek a hazai versenyzők. A csarnokról, a pályáról és a körülményekről elismerően szóltak a sportolók és a sportvezetők, a nyíregyháziak pedig 4 aranyérmet és 1 bronzérmet tartottak itthon. Szerettünk volna egyrészt a sportcentrumnak, másrészt pedig a városlakóknak bizonyítani, hogy a nyíregyházi atlétika mégiscsak egy meghatározó egyesülete a magyar atlétikának, és hát sikerült, akik elindultak, azok tulajdonképpen egy kivételével mindenki a dobogón állhatott, 4 a legfelső fokon, 1 a harmadikon, és volt egy 8. helyezett atlétánk is. Tehát büszke vagyok rájuk, és nagy öröm számomra. A másik, ami szintén örömet okoz, hogy ebben a csodálatos létesítményben egy olyan magyar bajnokságot tudtunk rendezni, ami eddig még nem volt Magyarországon, hiszen meg tudtuk adni azt az ünnepiességet, azt a körítést, ami egy felnőtt magyar bajnoksághoz illik, és szükséges, hogy érezzék az atléták is, hogy az az eredmény, amit ők produkálnak, meg hónapokig, évekig készülnek a versenyekre, az a nézők előtt is megmutattatik, és jó eredményeket tudnak elérni. A 4 aranyérmes közül Bakosi Péter, Hellebrand Máté és Tóth Balázs érvényesítette a papírformát, Nisztor Petra győzelme és a szintén hármasugró Pál Robin harmadik helye viszont várakozáson felüli szereplésnek számít. Előzetesen nem ezt vártuk, ugye 5.-6. helye volt inkább a kinéző számomra, de ez harciasságból megnyertem ezt a bronzérmet. Úgy voltam vele, hogy most ez a hazai pálya kicsit dobhat rajtam, bennem volt az is, hogy talán egy kicsit teher is lesz, de szerencsére ez pozitívan jött ki, a közönség az nagyszerű támogatást adott számomra, és a többiek meg elhülyöcsölték. Megvannak éve a forgatókönyvek. Most ez a forgatókönyv volt, hogy lehet, hogy a nagybat ugrok, de 5.-6. vagyok, ennek viszont így jön eredménye, örültem, hogy ezt a bronzot én ezt megharcoltam élete. És a többiek megnyerhették volna ezt, mert láttam, hogy mennyire jól ugrottak, csak mindig valami rontás volt benne. Ez most nekem jött ki jobban, és vártam magamtól azt, hogy vissza tudok térni még. És nagyon örülök, hogy sikerült. Tehát ennyi edzés és munka és más kihívások mellett ez számomra egy aranyal ér fel. Pál Robin egyébként a munkája és az edzések mellett november óta edzőként foglalkozik fiatal atlétákkal. Vas László reményei szerint a jövőben jelentősen megnő a megyeszékhelyen a sportágat választók száma. A létesítményhelyzetnek és a bajnokságon szerzett élményeknek köszönhetően gyarapodhat majd a jelenlegi 200 körüli létszám. Március 10-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, péntek este is várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Yeah.
Éjszaka derült, csapadékmentes időre van kilátás, az észak-keleti szél elsősorban az Alföld keleti felében maradhat élénk, másút gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -5 fok között alakul. Pénteken zavartalan napsütés várható, élénk az Alföldön olykor erős északkeleti-keleti széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4-5 fok körül valószínű.